Szombaton tartották a Nosztalgia teremlabdarúgó tornát a városi sportcsarnokban, amit nagy érdeklődés övezett. Az egésznapos rendezvényt Seregi Albert ötlete alapján a Polgári Salgótarjánért Alapítvány szervezte, városunk 100 éves évfordulója alkalmából, ahol Salgótarján 8 egykori és jelenlegi csapatai mérettették meg magukat. Nagy örömmel vállalták ezt a megmérettetést, az alapítványunknak pedig sikerült támogatókat találni. Ugye legfőképpen a támogatónk a Becsó Zsolt országgyűlési képviselő alapítványunknak az alapítója volt, de nagyon sok cég és civil szervezet is támogatta a programunkat. Az SBTC, az SKSE, a Bagyosalja Volán, a Bányagépgyár, Öblösüveggyár, Ötvözetgyár, Tűzhelygyár és Síküveggyár 45 év feletti öreg fiúi vették birtokba a játékteret. Megmondom őszintén, nagyon örülünk ennek a meghívásnak, hiszen korábban erre nem volt még példa, úgyhogy külön köszönet Seregi Albertnek és a támogatóknak ezzel kapcsolatban, hogy lehetővé tették, hogy egy ilyen meghívásos rendezvényen részt tudjunk venni. 90-es években találkoztunk utoljára csapattársainkkal, úgyhogy nagy öröm számunkra, hogy ismételten tudunk találkozni, és együtt rúghatjuk a labdát. Természetesen győzelmet várok, és jó játékot, és az, hogy nyilván ne legyen sérülés, és egy jó hangulatot. Hát ez az elsődleges szempont szerintünk. Aztán, ha gólt is rúgunk, meg még nyerünk is, az legyen habatortán. A pörgős és izgalmas összecsapások mellett a sportcsarnok parkolójában színes kísérőprogramok várták az érdeklődőket, melyeket koncertjével Szandi zárt. Retro autókiállítás, retro játszótér, árusok, igazi retro termékekkel, és a színpadi program is úgy lett összeállítva, hogy egy változatos, mindenki számára szórakoztató program jöjjön létre itt a nap folyamán. Nem csak a mérkőzéseket, de a kiállított veterán autókat is nagy érdeklődés övezte. Hát ez egy 1962-es Skoda Octavia, ami teljes restaurálásán esett át. Ez egy Nógrád megyei autó, tehát újkorától Nógrád megyében van. Én egy nagyon jó barátomtól vettem meg, Vajvoda Sanyitól, akit azt hiszem nem kell bemutatni a Skodások körébe. Szegény mielőtt itt hagyott volna bennünket, én megértem neki, hogy ezt az autót, ezt visszaadom az eredeti pompáját, fényét, egyfajta tisztelgés az ő emléke előtt. Az eseményen neves sportolók által felajánlott relikviákra is lehetett licitálni, mint például Dzsuzsák Balázs dedikált cipőjére, vagy Görbic Anita mezére. A jótékonysági esemény teljes bevételéből a helyi óvodákat, általános és középiskolákat támogatják, akik a befolyt összegből sportszereket tudnak majd vásárolni.